el vannak kényeztetve a gibraltári szurkolók, hiszen ugye itt egy háromszoros világbajnok, Van Gerwen, ott mögötte egy másik, egykori BDO világbajnok, Steve Beaton, és ha ők végeznek, akkor Gervin Price is érkezik majd Szuljovicsal szemben. Úgyhogy van mit nézni itt a Victoria stadionban. Jó sok meccsük volt, ugye Zsolt? Mikor volt az első? A akkor még zöldfülű volt. Akkor még én, is az voltam. 20 éves volt akkor, nem, még be se töltötte a 20. életévét, amikor az első egymás elleni meccsüket játszották. 2009. március 14-én egy Wigan-i Players Championship fordulón a legjobb 16 között, 6-3-ra nyert egyébként Van Gerwen. Mint ahogy a további 22 mérkőzésből, amit ezt követően lejátszottak, ugye összesen 23 találkozójuk volt, többségében a holland került ki győztesen. Mondhatjuk azt is, hogy bántóan egyoldalú a történet, 19-4 arányban vezet a kopasz. Mikor nyert utoljára Bunting ellene? Beaton. Beaton. 2017. február 4-én egy UK Open selejtező verseny a legjobb 32 között, akkor 6-2-re nyert Beaton. Azóta kikapott 10-szer, ugye? Nem, azóta kikapott 3-szor. A 2017-es 2017-es Dutch Darts Mastersnek a döntőjében, a 2019-es World Match Play-en a 32 között, és a 2021-es Players Championship sorozat 25. állomásán a 64 között 6-0-ra 180! Daniella nagyon szépen felkarmolja azt a maximumot. Hát lesz dolga bőven ma. Lesz bizony. És tartani kell a tempót Beatonnek, a mezőny legalább azok közül, akik itt vannak még versenyben, legidősebb tagja. És még mindig nagyon élvezi a játékot Beaton. Mondtad azt, hogy látod ilyen mosolygósnak. Úgy nem egy kör. Igen, és... na, megvárom a kiszállót. 56. Van Gerwen pedig akkor 24-re. Megvan. Tessék. És akkor, hogyha mindezt hozzápárosítjuk a bevonuló zenéjét, a Bee Gees-nek a Stayin' Alive, valahogy kényszeresen ehhez a dalhoz mindig a még zöldebb a szomszédnőjét kapcsolom, miután Walter Matthau eltöltött egy mámoros éjszakát Sophia Lorennel, ugye erre a zenére megy ki az újságot felszedni az utcáról. És hogyha ez egy mosolygós Steve Beaton párosítok, akkor az tényleg úgy megmozgatja az embernek a fantáziáját. No. Hát két különböző nemzedék az kiváló biztos képviselője. Ugye Beaton már egy kicsit egy ilyen letűnt kor utolsó mohikánja. Van Gerwenben pedig még nagyon sok jó év lehet. Ugye egy héttel ezelőtt megnyerte a World Grand Prix-t. Van Gerwen nagyszerű játékkal, tehát jól sikerült a főpróba. És... 180! Hát ezt a tempót nagyon nehéz lesz tartani. 80 a válasz. Tripla 17. Sima 17. 50 marad. 135-ről Beaton. Eddig jó. Tripla 20. Az nem. Egy egyes. Kár érte. És egy hetes. Dupla 16. Igen. 2-0. Maga biztosan oldja meg a holland. Második kiemelt Van Gerwen. Ugye nagy csatát vív Humphries-zal az első helyért. Neki 3 egyéni győzelme van a European Touron idén. Humphries-nak 4. 180! Azt az átlagot, meg az első 9 nyilat. Nem akármi. 140. Mi kell jelen pillanatban ahhoz, hogy Van Gerwen beelőzze Humphries-t Gibraltár után? Meg kell nyernie a tornát úgy, hogy Humphries nem jut elődöntőbe. Uh-huh. Tehát maximum negyed döntőig juthat el Humphries. Tehát akkor már csak egy meccset nyerhet. Így van. Ehhez, és ugye akkor Van Gerwennek meg hibátlanul kell menetelni előre. Így. Meglátjuk. Benne van különben, ez is a pakliban szerintem. Száznegyven.
játék nélkül jutott tovább, ugye Steve Beaton, még péntekre a lemondás miatt, illetve betegség miatt. Igen, Justin Hewitt kvalifikált egyet, majd másnapra lebetegedett, és így nem tudott elindulni, nem tudott tábla elé állni, úgyhogy Beaton szerencsés nyertesként játék nélkül automatikusan itt találta magát a második körben. Ugye ő megkapja, szép, megvan közben a kiszálló, ő megkapja a pénzdíjat akkor is, ha ezt a mérkőzést nem nyeri meg, hiszen ő ugye nem kiemelt játékos. Ugyanannyi különben a pénzdíj, mint tavaly. 140 ezer angol font. Ez már évek óta stagnál ez a pénznyeremény. Ajjaj, nehogy lesimázza ezt a meccset Van Gerven. 81. Nagyon jó formában van az elmúlt hetekben. Ott a negyedik. Ott az ötödik. És a hatodikat rontja. Éteri magasságokban a holland. Jelen pillanatban. Még mindig egy ilyen 114-es átlaggal. Beaton. 139. Mondjuk szerintem butaság volt váltani. Igen. Egy titkos rajongó. Hát tényleg még most is úgy néz ki, mint egy hollywoodi filmsztár. Steve Beaton. Az a bronzed Adonis becenév az nem véletlen. 43. Mondhatnánk azt is, hogy aranyi fiú. De tényleg az. Megvan a tripla. Dupla 20. Még mindig. Meg lesz. Úgy és az van. Már ott van. Na, egy 15 nyilas játékkal Steve Beaton is feliratkozik az eredményjelzőre. 3-1. Ez viszont csak 59-es kezdés. Nagyon rászolgált erre a legre Beaton. Egyébként nem játszik rosszul. Nem. 97 fölötti átlaga van. Bizony, bizony. Csak hát Van Gervennek meg 107 fölötti a kör átlaga jelen pillanatban. Igen. 140. Ja, a leendő ellenfél személye már ismert, aki ezt a mérkőzést megnyeri, az a holnapi napon José de Souza-val, a verseny 15. kiemeltjével fog összecsapni, ugye ez nyilván a Van Gerven de Souza párosítás lenne a papírforma, második a 15. ellen. Hát jelenleg úgy fest, hogy ez Van Gerven lesz jelenleg. 59. Az eminens. A kockák. 93. Egy Van Gervenes majmocska. Ilyen cuki a kék nacia. Igen. Olyan Van Gerven még nem láttam kék nadrágban játszani, de ezt most elnézzük. 180! Beaton! Tudé, ő még ilyet. Tripla 18, dupla 20. Na akkor nézzük ezt a 108-as kiszállót. Még mindig kellene a tripla 20. Nem jó. Nem lesz meg. Sőt, csak 60. Vissza a hollandhoz, dupla 10. Csípi a drótot belülről, dupla 5. És az már a helyén van. 4-1. Könyörtelen Van Gerven. És a szokásos örömködés. 180! Hihetetlen. Tényleg remekül játszik Beaton, csak hát a végén ugye vár, amikor minden eldől ott a dupláknál, ott nem ad neki esélyt Van Gerven. Százas. Jó az. Remek kezdés Beatontől így is. 59. Azért nagy kár. Azért is. Azt már csak úgy eldobta. Nem is nagyon nézett oda.
hát így viszont ugye nincs kiszállón, tehát ez nagy hiba. Igaz, hogy még lehet így korrigálni. Három darab 59-es kör Van Gerventől ebben a legben. Szép. Nincsen beaten veszélyben. Nyugodtan rákészülhet erre a 38-ra, hiszen Van Gervennek kellett volna a három tripla, hogy lent legyen kiszállón. Egy megérkezett végül. Ezt elengedheti. Persze, simán. Rámegy direktben elsőre, meg is van egy 13 nyilas játék Beatontől. 98,93. Jelenleg magasabb a körátlag a Beatonnek, mint Van Gervennek egyébként. Ez jó. És remeg a kiszállózása, 3 per 2. Jó, tudom, ezt nem szereted, de akkor is annyi. A hollandnak meg 8 per 4. Beatontől 98, jön a harmadik nyíl, elcsúszott a tripla hétbe. Jó a váltás, vissza kell menni 20-asra, így van, 137-tel marad a 130 pont. És Beatonnek a 180 is kevés lett volna a kiszállóra érkezéshez. 243 a maradék. Úgyhogy nincsen dobáskényszerben, a kopasz nyugodtan le lehet kerekíteni. Így is rádob! Rámegy! Ne menne rá! Hát ott az esély, akkor be kell rúgni a labdát a kapuban. Hát én vagyok Michael Van Gerven, akkor mit nekem egy 130-as kiszálló? Gyönyörű játék! Így is hosszú volt a szünet az első négy meccs után, hát sietősre veszi a figurát. 180! Ma már a hatodik, és ebből a szempontból is azért tartja magát Beaton, csak hát ugye az eredményjelzőn, ami virít, annak nem örül. 140 Van Gervené. Jó a negyedik, az ötödik is, és a váltásban nem jön a tripla 19, de kár érte. Minden ilyenért kár. Azért nem kis meglepetés lenne, hogyha éppen Steve Beaton dobna 9 nyilast, és nem Van Gerven mondjuk. Az... Dobott gondolom jó párat, nagyjából 40 éves pályafutása alatt. Mindjárt megnézem neked, hogy pontosan mennyi a... Vagy esetleg azt, hogy mikor dobta az utolsót. Megnézem, hogy mennyi a hivatalos 9 nyilasa. Addig még Van Gerven. 137-tel marad a 90 pont. Na nézzük a 101-et. Az jó, dupla 12. Úgyis van! Neki is van egy 100 pluszos kiszállója. Nincs még vége a történetnek. 5-3. 180! Nem lassít Van Gerven, esze ágában nincs. És ezt most ugye ő kezdi, és ő szeretné befejezni. 140, nem rossz Beaton válasza, íme az átlagok, fantasztikus mérkőzés. Majdnem 107-es a hollandé, 102 körül jár Beaton. 140. No, és közben megtaláltam a kérdésedre a választ. Három darabot jegyezít nekem a rendszer, 2002-es Irish Masters-en, a 2017-es German Darts Open UK selejtezőjén, illetve magán a 2019-es German Darts Open-en. Tehát ő dobott European Tour fordulón 9 nyilas, hát itt valószínűleg már nem fog. Nem, brutálisan játszik, egész egyszerre brutális. Nagyon nagy partit toltak, de valószínűleg itt a vége, ezek az utolsó nyilak, dupla mondom négy. Én. Nem. És nem ezek az utolsó nyilak. Na, akkor viszont nézzük! Hát nézz oda! Gyerünk, Stevie bátyám! Nem, ezt most nem fogod tudni megoldani. 97-es körnél, 54 marad, még egyszer a negyedik meccs nyíl. Az és már megvan. A helyén van. Fú, de nagy parti volt, 106,08 Michael Van Gerven, oda néz, átlagok. És kereken 102 Steve Beaton. 46%-os kiszállózás a hollandnál, 75%-os Beatonnél, és itt most ez egy nagyon jogos ökölbe zárt és égbe emelt kéz volt Van Gerventől. De még jó az öreg a háznál. Jó bizony. Beatonnek nem kell még ezt abba hagyni. Nem. Várjuk vissza a következő European Tour fordulóra is.
Mi pedig a nézőket várjuk vissza, hiszen egy másik világbajnok érkezik hamarosan, Gervin Price, ellenfel az osztrák nagy visszatérő, Mensur Suljovic.